Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én André Jéger vagyok, vasárnap van, tehát MAV TV, itt elmehettem mai vendégünk, Jay Tyler, szerbusz, szia! Szerbusz, András, sziasztok! Előjáróban csak annyit mondjál nekünk, hogy milyen zenével készültél, majd DJ szettel jöttél, nem live-ektel, milyen stílusban fogsz ma nekünk zenélni? Próbáltam olyan jellegű zenéket válogatni, amik így pont egy ilyen vasárnap estéhez illőek. Így eltelt a hét, elteltek a feladatok, mindenki otthon van, és most egy kicsit így megpróbálom átadni ezt a lelazulós vasárnapi feelinget, flow-t. Szuper, hallgassuk akkor Jay Tyler, de mivel tovább mennénk, lájkoljátok a Facebook csatornánkat, iratkozzatok föl, kövessetek be minket az Instagramon, és kommenteljetek az adáshoz, hogy hogy tetszik a produkció. Hallgassuk Jay Tylert! Sziasztok! Thank you.
stole a pack of matches and tried to burn it down. And my wife tried to prevent me from carrying my journey. I corrected her.
We'll be right back.
Köszönjük szépen mai vendégünknek, hogy itt volt, Csétárjernek. Hamarosan átmegyünk a másik stúdióba, egy kicsit beszélgetünk. Fantasztikus energiákat hoztál el nekünk ide vasárnap este. Iszonyat durva volt az adás. Remélem nektek is tetszik. Ameddig átmegyünk a másik stúdióba, lájkoljátok a Facebook oldalunkat, kövessetek be minket az Instagramon, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, és írjátok le, hogy ott az a szuper energikus szed Csétárjertől. Köszönöm szépen. Na szóval, akkor menjünk át és folytassuk akkor a beszélgetéssel. Na szóval itt ülünk a stúdiómban, itt van mellettem vendégem, kicsit most beszélgetni fogunk, hogyha már így kizenéltük munkat. Fantasztikus szettet dobtál nekünk itt össze, hogy az előbb említettem is. Köszi szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy egy kicsit kiadhattam magamból ezt a zenélhetnéket, úgymond. Iszonyatos vibe és iszonyatos energiák szabadultak itt föl az előbb. Iszonyat jól éreztem magam, ez a három iszonyat, ez ilyen magasztos dolog. Remélem, hogy te is ilyen jól érezted magad nálunk itt a stúdióban. Megtisztálsz, és egyébként igen, úgy tűnt, hogy kicsit ki tudtam itt bontakozni. Szuper. Egy kicsit, hogy jobban megismerjünk téged, és hogy beszélgessünk kicsit rólad. Ki van a név mögött? Te ki vagy? Mivel foglalkozol esetleg egy-két ilyen magánéleti dolgot, hogyha elmondasz nekünk, akkor azt így megköszönöm. Hát lényegében véve az, hogy Jay Tyler. Ez egy ilyen teljesen véletlenül érkezett, úgymond ilyen fantázia név. Igen, a zeneiségemhez kapcsolódik. Én elsősorban inkább a zenekészítésben foglalatoskodom. Tehát ebben zenét írsz, meg live-ek tezel. Igen. Megvannak az itthoni úgymond zsánerek és példaképek, akiknek a munkásságát nyomon követem. Illetve a csapat is, amiben dolgozom. Most éppen ugye hát egy DJ szettet láthattatok, vagy hallgattatok. Igazából ez számomra nem a megszokott, nem ez a fő profil, igen. Hol találkoztál az elektronikus zenével? Maga a zenéléssel, vagy az elzenével, vagy az egyszer érkezett, vagy külön-külön voltak amilyen korszakok? Melyik volt az első pillanat, mikor találkoztál az elzenével, és eldöntötted, hogy ez hozzád közel áll? Az elzene az egy első Discman-nel indult, illetve volt előtte egy Walkman? Walkman, igen, a kazettás deck. Aha. Igen, akkor még voltak ilyenek, sőt, menő is volt. Nagyon abszolút. És emlékszem rá, én is. Ilyen véletlenszerűen találtunk ilyen hanganyagokat, és abban volt trance, techno, de magyar népzene is, tehát hogy minden, amit akkor felvettek kazettára, azt megtaláltuk. És valahol akkor indult, igen, ez, hogy úristen, de hiszen mi ez? Ez volt az első, a második kérdés, mert az, hogy hogyan csinálták? Hát nem az, hogy hogyan kezdted el te ezt magadévá tenni és elkezdeni zenélni, DJ-zni vagy zenét írni. Pont így, ahogy mondtam, hogy ők hogyan csinálták, tehát ezeket elgondolkoztam rajta, hogy készítik a zenét. És akkor indult el ez a végtelen világ, és akkor becsatlakozott az elektronikus zene és STB. És te az elejétől kezdve zenét elkezdtél írni? Te ezt foglalkoztott, vagy volt egy olyan pont, amikor te DJ szerettél volna lenni? Ez hogy jött? Mi jött előbb? Először a zenei készítés, zeneírás, vagy a DJ-zés, és utána kapcsolat hozzá ez a... Én azt hiszem, hogy ez így egyszerre indult. Egy nagyon-nagyon régi kopott szintetizátor, amin volt egy ütemgomb és volt egy dallamgomb, és ezzel a kettő kombinálásával ébredtem rá, hogy aha, akkor ez hasonlít azokra a hangokra. Milyen stílusokban zenélsz? Most ugye nem megszokott szetteddel láttunk, én láttalak már live-ek tezni, tök jó analóg kütyük, és egyre több analóg dolgot próbálsz ebbe bevonni és kiszorítani a technikát, a számítógépet magyarul. Ma egy DJ szettel jöttél, fantasztikus energiákat mozgattál meg, ahogy mondtam, és az arra lennék kíváncsi, hogy milyen zenét írsz, ez közel áll hozzád, vagy ami teljesen más stílusban mozgol, vagy erről a maga zeneírásról, meg maga a te stílusodról, erről mesélj nekünk egy kicsit, hogy jobban megismerjünk téged, hogy milyen a te zenei világod, ízlésed. Számomra a zeneírásban olyan, hogy stílus az, hát egyelőre nincs. Az talán egyszer majd szerintem ki fog fejlődni. Akkor hol tartasz most ilyen pillanatig? Hát most egyelőre ott tartunk, hogy mindent is kipróbálni. Tehát minél több kütyüt? Új hangot, hangzásokat? Módszereket, hangzásvilágot. Akkor keresés, az útkeresésben vagy igen, most éppen. Igen, pontosan. De van egy alap kialakult szetted, kérlek erről
mondj pár dolgot, hogy most mi a setup, amivel te dolgozol, például, hogy kicsit így erről is beszéljünk, akik otthonosan mozognak az ilyen kütyűs dolgokban, ők nekik lehet, hogy ismerős lesz, de akik például nem, szerintem ők is azért így egy TB03-as, ugye ez most egy új ilyen projekt nálad, vannak itt azért ilyen ikonikus szintik, amik megfordulnak. A rögtönzött zenekészítés csúcsánál a TB303, de erről még nem is ejtenék szót így elsősorban, hát ugye digitális zenekészítő eszközök, amiket úgymond el tudtam érni, és aztán jöttek az analóg hangkészítő eszközök, illetve szintetizátor, a grooveboxok. A groovebox az most egy nem régi szerzeményem, igen, ez is egy Roland, ugye? 95-ben gyártották, és egyelőre még nagyon ott tartunk, hogy aha, tehát akkor be kell kapcsolni, jó. És akkor a sávok, tehát hogy... Hát nem, azért programoztál már rajta dolgokat, Igen, de itt is még ki kell fejlődni, szóval ez is egy ilyen expedíció még egyenlőre. Abszolút. Te is a Rave Station tagja vagy, csináltok fesztivált, múlt héten Mad Monkey volt itt nálunk, mesélte erről a projektről, meg ezt így javarészt már így kiveséztük, de viszont van egy másik közös projekt, amihol mi együtt dolgozunk, ez a Vidám Vasárnap, ami még, nem is tudom, még tavaly valahogy ősszel indult el, ha jól emlékszem, két hetente volt a Verk Akadémián egy ilyen közösségi teret csináltunk, és nagyon jó, mert ez volt az első közös projektünk, amit mi együtt csináltunk, és együtt elkezdtünk dolgozni, és belerakni munkát, időt, és valami... Számomra valami iszonyatosan jó, pozitív dolgot sikerült összehoznunk. Nekem egy nagyon nagy hiány itt egy űr bennem, hogy most a Covid miatt ez nincs, de hamarosan ezen is dolgozunk, és reméljük, hogy újra tudunk találkozni. Te ezt hogy érted meg, ezt a vidám vasárnapos dolgok? Sokan lehet, hogy nem tudjátok, és ezért félreerőthető, hogy vidám vasárnap, de hogy kicsit másképp van az arcot, meg a brand, de erről meséljen kicsit nekünk András bővebben. A vidám vasárnap szintén egy András nevű úrhoz köthető, és az ő kedves. Igen, tehát így a három András, ugye te is András vagy. Illetve a Réz András, ő a harmadik András, aki úgymond otthont adott ennek a produkció, ennek a ötletnek. Ötletnek, igen. Sőt, mi több, a zeneiséget maga a művészvilággal, tehát szintén zenei művészvilággal próbáltuk így, úgymond így összefonni. És az Andris ennek remek atya volt, és akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor lesznek vers előadások, kiállítások, mindenféle ilyen művészeti, ilyen közös foglalkozás. És hogy akkor menjünk és próbáljuk ki magunkat, hogy milyen egy zenei aláfestés egy ilyen alkalom során. És igen, ameddig sajnos ez a koronás balhéjban nem jutott, addig ez számomra is meg, hát mint láttuk. Hát igen, ameddig ezt így meg tudtuk valósítani, addig ezt így csináltuk. Hétről hétre sokkal több és jobb dolog kapcsolt minket oda hozzá, és én eleinte nem gondoltam volna, hogy ennyire fog hiányozni, de most, hogy február van, esküszöm, hiányoznak ezek a vasárnapjaink, úgy, mint ezek az adások, ugye most nem szünetelnek, de hogy vasárnap van, most ez belőlem egy kicsit így kijött, ez a kis érzelmi sztori. Remélem, ezzel most téged is megfogtalak. Ez az érzelmi dolog, ezt ne is mondd, hiszen nem csak a Vidám Vasárnap, hanem ugye említetted, hogy tehát ugye a Rave Station vagyunk mi, ugye Mad Monkey-val, és még egy csapat, egy csapat van, igen. És ez a Vidám Vasárnap is szintén egy ilyen új arculat volt, egy új oldal, de ugye azelőtt is ugye a fesztivált, illetve ilyen kisebb-nagyobb bulikat rendeztünk, ami szintén egy kibontakozás volt számunkra. Tehát elsősorban mi live act, DJ-szettezések, vinyl DJ-szettezések. Meg hát ugye gondolom, attól ugye mindent itt csináltok, ugye a fesztivál minden szervezését, tehát magát a technikai háttért, a megoldást, illetve a művészeknek a koordinációját, illetve ez egy nagyon komoly diplomáciai feladat volt, hogy a hazai előadókat úgymond megpróbáljuk összevonni, vagy egy kicsit közelebb terelni ez az egészhez. Neked most készülnek az új szám, hogy nem tudom, hogy mennyire árulhatom, hogy van egy új label, egy új album, hogy most elkészült egy nagyon jó szám, nem tudom, hogy ezt még nincs fönn valam publikálva, de hogy erről mesélj nekünk, hogy most elindult egy iszonyat jó folyamat, hogy te elkezdtél egy új projektet, hogy lesznek számok, erről mesélj nekünk egy kicsit bővebben, hogy ez hogy néz ki.
ez a projektezős dolog, ez igen, ez most úgy tűnik, hogy így fejeződik. Aha, felszínre tört így a hosszú hónapok alatt, és most úgy tűnik, hogy be is fejeződik. Mert ugye minden művésznek az első mumusa az az ihlet, és azzal szerintem mindenki néha bajban van. Igen, vannak időszakok, ezt nem mindenki átélte. Ehhez kellett egy kis idő, kellett egy kis fesztiválozás, és most kellett ez a bezártság, hogy ezt a balanszot el tudjam ültetni a gyakorlatba. És mivel nem is kicsi album, mivel 12 dal van majd, lesz egy kollekcióban, lényegében véve arra törekszem, hogy minél színesebb és sokoldalúbb legyen. És ugye itt közösen csinálsz egy külsős előadóval számot, ugye, aki egy adott horoszkópban van. Amennyit elmerek árulni, az igen, az... Nem akarok tovább menni, ezért is nem is óvatosan lépedek. Hanem, mivel 12 pártra van osztva, így 12 jegyhez próbálom kötni ezeket a tulajdonságokat, és hogy a zenében hogyan ennek meg ezek a sarkalatosságok, azokat a külső úgymond jegyekkel koprodukcióban próbálom megvalósítani. És ez iszonyat érdekes, azért hoztam fel ezt a témát. Mindez idáig úgy tűnik, hogy több lesz, mint amit elképzeltünk. De egyelőre. Jó, oké, akkor itt be is fejezzük. Utolsó kérésnek még csak annyit, hogy ha valaki téged bekövetne, vagy visszahallgatnák a saját track-hídet, hol és hogyan találunk téged meg a webben? Hát megtalálnak a RaveStation-on keresztül is, Instagramon, Facebookon, YouTube-on, minden ilyen közösségi oldalon. Illetve mint a saját nevem, az ugye Jay Tyler, mint említetted, és ezen a néven is megtaláltok itthon, és külföldön is. Szuper. Na, átzárásképpen, búcsúzásképpen még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szuper kis vasárnapi zárást csináltál itt nekünk. Én köszönöm. Így kellemesen fogunk tudni elaludni, a problémákat elfelejtettük erre a 1,5 órára durván. Találkozunk jövő héten szerdán, ugye a Morning Vibes-on, meg jövő héten is. A többit elmondtuk, aki az előbb nem iratkozott volna fel a YouTube-ra, az tegye meg. Kövessetek be minket a világhálón, sziasztok!